Fidesz helyettes államtitkárá léptette elő a Mi Hazánk Mozgalom által leleplezett és feljelentett újbudai önkormányzati cégvezetőt, aki fizetésének ötszörösét utalta ki magának különböző trükkökkel. A nyomozás elrendelésére azonban december óta várok. Viszont az ügyészség elrendelte a nyomozást egy másik decemberi, nem sokkal korábbi feljelentésem nyomán, ugyanúgy Újbudán, egy másik korrupciós ügyben, mely viszont a DK vezette szivárványkoalíciót érinti. A DK fővárosának tekinthető Újbuda polgármesteri kabinetfőnökének ügyében azért tettem feljelentést, mert 8 millió forintot kapott közpénzből másfél hónapos kabinetvezetői munkájáért a DK újbudai elnöke, Lakos Imre politikus bűnöző, az SZDSZ egykori fővárosi elnöke. Ezért a titkosított információért egy évig küzdöttem végül, közérdekű adatigénylés iránti per kilátásba helyezésével sikerült meghátrálásra bírnom a DK polgármesterét. Az így feltárt korrupció ügyében hűtlen kezelés miatt tett feljelentés tehát a Mi Hazánk Mozgalom. Mindeközben Lakos Imre még Karácsony Gergelytől is busás javadalmazást kap a Budapesti Városi Üzemeltetési Holding ZRT igazgatósági tagjaként. A hivatali munkatársaktól úgy tudom, hogy maga Gyurcsány Ferenc tiltotta meg, hogy kényes 8 milliós számot kiadja a DK fővárosának minősülő Újbuda polgármestere, mondván, ha Novák előd akarja, perelje ki az önkormányzattól, az úgyis több év, addigra szerinte ők már kormányon lesznek. Önkormányzati képviselőként számtalan alkalommal, például a költségvetés zárszámadásának vitájakor hiába kértem szóban és írásban is, hogy árulja el, mennyi pénzt kapott Lakos Imre másfél havi munkájáért és pofátlan végkielégítéseként, ugyanis közös megegyezéssel való szerződésbontás történt, mivel 2019. decemberében másfél hónap után elbocsátották a polgármesteri kabinetfőnöki posztról, miután leváltását szorgalmaztam a politikus bűnözőnek többször is. Újbuda történetének legnagyobb korrupciós botránya az úgynevezett Kopaszi gét. Ebben letöltendő börtönbüntetésre ítélték az MSZP-s Molnár Gyula mellett másodfokon még a 11. kerület polgármestereként elkövetett hivatali visszaélés miatt 8 hónapra, tehát nem csak Molnár Gyulát, hanem a szintén politikus bűnöző SZDSZ-es alpolgármesterét, Lakos Imrét 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték ugyanebben az ügyben. Azonban a politikai maffia összefonódásait jól mutatja, hogy végül az MSZP alkotmánybíró jelöltje menthette föl rendkívüli jogorvoslat keretében őt a kúrián. A Fidesz elszámoltatási politikájára jellemző, hogy ezt a nyilvánvalóan elfogult bírót nevezték ki, és eltűrték az összeférhetetlenségét. Sőt, talán nem véletlenül éppen arra nyíltan MSZP-s bíróra szignálták ki harmadfokon ezt az ügyet. Emiatt levélben fordultam Polt Péter legfőbb ügyészhez, valamint Handó Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez is, kérve az eset kivizsgálását és új, elfogulatlan eljárás lefolytatását, de ők megtagadták azt. Pedig az ügyészség korábban azzal vádolta meg őket, hogy 2006-ban a 11. kerületi Kopaszigát és Lágymányosi Öböl környékén pályáztatás nélkül játszottak át magáncégnek egy 38 hektáros telket. Jellemző, hogy a börtönbüntetés kihirdetésekor Szabó György, a Jobbik fővárosi képviselője még úgy fogalmazott, hogy a fővárosi Demszki korszak egyik meghatározó alakja kerül börtönbe. Idézem, a bűnöző politikus mellett kiálló MSZP-nek és a Gyurcsány pártnak pedig egy elfogadható út maradt, beköltöznek Molnár Gyula mellé a börtönbe, mert előbb-utóbb a Jobbik valóban elszámoltatja a balliberális bűnszervezeteket, írta a Jobbik 2013-ban, mára pedig elvtelenül összefognak velük a hatalom minden áron való megszerzése reményében, így higgy el bármilyen elszámoltatási ígéretét a Jobbiknak bárki is. Ezért jött létre a Mi Hazánk Mozgalom, hogy se Gyurcsány, se Orbán korrupt rendszerét el nem fogadva mutassunk harmadik utat. Ráadásul képesek voltak itt Újbudán a Kopaszi Gáti ingatlan panama ügyében Molnár Gyula és Lakos Imre
ellen indult büntetőeljárásnak a harmadrendű vádlottját, Zala Lászlót is megbízni Újbuda jogi képviseletével. Az általa vezetett ügyvédi iroda már 2019. novemberében 4,2 millió forintot számlázhatott az önkormányzatnak, és azóta is rendszeresen. A másik DK-s politikus bűnöző, a már 2010 előtt is jogerősen elítélt Szeglédi Csaba is 10 milliókat zsebelhet be Újbudától, hiszen csak szavakban tiltakozott vállalhatatlan közmegbízatásával szemben a Momentum, a Jobbik és az LMP. Amikor előterjesztésemre szavazni lehetett erről az önkormányzatban, akkor már nem támogatták ezeknek a vállalhatatlan szerződéseknek a felbontását. Ceglédi munkájával kapcsolatban sorozatos kéréseim, illetve 10 hónap után végre legalább betekinthettem a teljesítés igazolásokba, még ha fényképet nem is készíthettem, másolatot pláne nem kaphattam róluk, de azt láttam, hogy a havi 1,4 millió forintos megbízásért például olyan tanácsokat ad, hogy egy képviselőnek hogyan lehet az iratbetekintési jogát megtagadni az önkormányzat céges ügyeiben, milyen érveléssel lehet-e azt megtagadni. És mindezek a titkosítások nem zavarják Újbuda úgynevezett átláthatósági megbízottját sem, mely posztot szintén csak kifizetőhelynek használják a Momentum kielégítésére. Titkosította a Transparency International elnöke a saját közmegbízatását havi 1 millió, heti egy munkanapért. Ezzel a címmel tartottam sajtótájékoztatót, így hívtam fel a figyelmet a Jéghegy csúcsára, ami után 3 nappal végre nyilvánosságra hozták a előtte egy hónapja hiába kért szerződését és annak módosítását, ugyanis a lelepleződés után 500 000 forinttal csökkentették az átláthatósági biztos még így is pofátlan megbízását. A Mi Hazánk Mozgalom ezért sem támogatta decemberben azt a fideszes alaptörvény módosítást, mely szűkíti a közpénz fogalmát, így nehezítve a közérdekű adatigényléseket, és ezáltal a korrupció feltárását. Bízom benne, hogy a politikus bűnöző és Lakos Imre és társai esetében a nyomozás ismét vádemeléssel fog zárulni.